Hasonlóan a többi 10 000 fő feletti településhez Dombováron is rendkívüli intézkedéseket hozott a polgármester a járvány lassítása érdekében. Például bezártak a kulturális intézmények, és a város több pontján kötelező lett a maszk használat. A kötelező maszk használat a buszpályaudvarra, buszmegállókra, vasúti pályaudvarra terjed ki alapvetően. Ezen túlmenően a városi piacon is kötelező a maszk használata. Közoktatási és köznevelési intézményünk 25 méteres körzetében szintén kötelező a maszk használata. A könyvtárból viszont hétfő óta már online lehet kölcsönözni. Az uszoda és a helyi sportcentrum pedig egyelőre csak korlátozottan látogatható, vagyis ezeket a létesítményeket csak a versenyszerűen sportolók, és csak délután 2 és este 7:30 között használhatják. Megkértem az egyesületek vezetőit, hogy 19:30-kor minden jelzést fejezzenek be, hogy a sportcentrumban dolgozó, illetve uszodában dolgozó kollégáim is szintén haza tudjanak érni 8 órára a kijárási tilalom megkezdéséig. Dombováron a polgármester a kutyafuttatók használatát egyelőre nem korlátozta. Azok továbbra is szabadon látogathatóak szájmaszk használata nélkül is.